Az első, amely a rávezető hét után a felkészülés második hetében már keményebb edzéseket vezényel a játékosoknak a spali szakmai stábja. A végig hazai környezetben készülő nyíregyháziak az örökösföldi pálya mellett a konditermet is látogatják, sőt a heti programba egy diagnosztikai mérés is beiktattak a szakemberek, hogy minél teljesebb képet kapjanak a futballisták állapotáról. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a távozók helyét sorra töltik be az új játékosok. A Fagyos Tamás érkezett az MTK-tól a Jó Levente mögé második számú kapusnak. Igazából az volt a célunk, hogy 3-1 forma típusú kapusunk legyen, hogy a játék stílusunkon ne kelljen változtatni annak fenyében, hogyha esetleg más áll a kapuban, és nem a Levente. Nagyon örülünk az érkezésének. Jobb oldali védőbe a Nagy Józsi érkezett, benne van 100 NB1-es mérkőzés, ugye játszott több szezont NB1-ben, illetve jutott fel már NB2-ből, most legutóbb Pécsen szerepelt. Egy nagyon határozott, jó mentalitású srác, jól lép be a játékba jobb oldalon. Nagy segítségünkre lesz, aki még érkezett, a Gulyás Máté Vácról, egy rendkívül határozott, agresszív labdaszerző középpályás, és mindemellett még a támadásokat is jól segíti, illetve ha kell, akkor akár baloldali védőként is lehet használni. Illetve a negyedik érkezőnk a Gyurján Bence, ő Békés Csabáról érkezett, róla azt kell még tudni, hogy ugye Nyíregyháza nevelés, szélső támadóként vethető be, jó sebesség van benne, és nagyon jobb ballába van, és az utánpótlásunkból a Kulcsár Hunival kötöttünk még szerződést. A korábban a Ferencvárosban, Mezőkövesden és Győrben is megforduló Nagy József Pécsről érkezve abban bízik, hogy feljutó csapathoz igazolt. Nagyon örültem, hogy így Nyíregyházára tudtam jönni, mindig is egy nagyon jó közegnek és egy nagyon jó múltú klubnak tartottam, és azért itt azért mindig benne volt a levegőben az is, hogy azért a feljutás szerint azért mindig megcsapta itt a csapatnak a légkörét. Nagyon bízom abban is, hogy most is azért meg lehet a feljutás. Igaz, hogy ahogy látom, most új szakmai stáb, fiatalos lendülettel, minden eddig két edzésen vettem részt, de élvezetesek, nagyon jó edzések vannak, nagyon profi körülmények között. Az elmúlt hétvégén Szegeden hetedik alkalommal rendezték meg a kapusháborút, ahonnan szép sikerekkel tértek haza a spari hálóőrei. 148 kapus regisztrált erre a kapusháborúra, 5 kategória volt, a nyílt kategória, a plusz 35, U13, U14, illetve a hölgyek is versenyeztek. A nyílt kategóriát Nagy Máté, aki most került fel az utánpótlás csapattól a felnőtt csapat keretébe, nyerte, a plusz 35-ben nekem sikerült az első helyen végeznem, megelőztem Szabó Attilát, ugye, aki a Kisvárdának a kapusedzője, az U13-as korosztályban Szondi Levente, aki szintén a Bozsik Akadémiának a kapusa lett harmadik, én meg kell még említeni, hanem két utánpótláskorú labdarúgót, aki a nyílt kategóriába játszott. Az egyik a Talián Laci, aki a legjobb hat közé jutásért esett ki, illetve a Pór László, aki az U17-nek a kapusa, ő pedig a legjobb 32 közé beverekedte magát. Nagyon szép teljesítmény nyújtottak, nagyon büszkék vagyunk mindegyik kapusukra. A spali szombaton játsz első felkészülési mérkőzését. Délelőtt 10:30-tól Debrecenben lép pályára Bozsik József együttese.